Üdvözlök mindenkit itt egy új részben, ez lesz itt a, hát a kuplunknak az első része, gondolom, vagy nem tudom, hogy hogy haladok vele. Az a lényeg, hogy az előző videóban már valószínű mondtam, hogy a kuplunk háznak a, hát onnan belülről, onnan csöpök kifele a fék folyadék. Hál' Istennek, ha nem nyomkodja az ember a kuplungot, akkor lehet látni, hogy ott van benne, úgyhogy nem ereszti ki a földre az összeset, az összes fékfolyadékot, hanem csak ha az ember nyomkodja, akkor. Úgyhogy hát azzal kezdem, hogy itt igazából itt mindent innen ki kell bontani, szabaddá kell tenni, hogy a váltóval tudjak itt harcolni. Úgyhogy itt ezt a csövet ki kell szedni, az akkumulátort ki kell szedni, az akkumulátor tálcát. Hát meg bontok, ameddig jó nem lesz. Aztán itt van egy ilyen dobozka, ebben már benne van itt a márkája. Így, és ebben már benne van az új szerkezet. Így, ez így van benne, ez lóg ki a váltóból. És hát na, ennyi. Ezt így lehet így benyomkodni. Hol itt. Jó, meg itt van egy csapágy. Itt a tetején. Úgyhogy van egy ilyen a másik váltóba, az autónak az eredeti váltójában. Benne van egy ugyanilyen. De mivel láttam, hogy a kuplung az nagyon kopottas volt, és hát így a futásából azt vettem ki, hogy nagyjából a kocsival egy idős, mert azért 160 ezer kilométernél a kuplung még nem szokott széthullani, de már kopottas volt, úgyhogy valószínű, hogy ami ott van benne, az gyári. És hát azt már nem akarom visszarakni egy 13-4 éves kinyomó csapágyat, mert ha az is megszivat, akkor utána megint bonthatom vissza. Úgyhogy vettem egyet, nem olcsó amúgy ez a dolog, mert 130 valahány eurót fizettem ezért a kis pöcökért. Úgyhogy és cserébe ez a pipa, ez műanyagból van rajta. Hát ez van. Szóval egyszerűen mostanában ez a divat, hogy a váltón belülre rakják a munkahengert. Mert így a csapágyja mindennel együtt egy egységet képez, és így jó drágán el lehet adni. Cserébe a gyártási költség csökken. Úgyhogy hát ez van. Most én azért szívok, mert amúgy itt a váltó tetején lenne egy munkahenger, azt kicserélném, és az autó mehetne tovább, nem? Most le kell vennem a váltót, úgyhogy legalábbis egyenlőre úgy néz ki. Közben amúgy itt a fűtési tezerrel megy, mert hát nincs meleg. Nincs meleg, egyenlőre úgy néz ki, hogy 0 fok és 1 fok között van valahol, de hát most érkeztem meg egy pár perc, és kint meg mínusz 10 fok van. Úgyhogy hát ez van. Kezdek az akkumulátorral. Azt tudom amúgy, hogy hova pakoljam a cuccokat. 12-es csavar van rajta a sarun. De hát azért vettem én ezt a sarut, mert ólomból van. És az meg jó. Itt van az akkumulátornak a lefogatása. És már jöhet is ki az akkumulátor. Tálcája. De hát ez már nektek ismerős amúgy félig meddig, mert láttátok ezt. Hogy én ezt itt boncolgatom, meg bontogatom. Közben szenvedek itt ezzel a béna kialakítású elektromos dobozzal, ami komolyan már ennyire bénán megcsinálni. Hogy nem csak így kipattintja az ember, és akkor mehet az egész, hanem 70 millió csavart ki kell tekerni. És igazából mindenért ki kell venni ezt a dobozt. Na végre. Na és ahogy nézem, jöhet ki az akkumulátor tálca. Nem sok mindent látok az egészből, de ezt igazából már láttátok máskor.
úgy néz ki, hogy kiveszem a légszűrő házat is, mert nagyon könnyen kijön, és nem nagyon van más értelme, hogy ott legyen útban, mikor valószínű, hogy a váltót majd forgatni kell össze-vissza. És már jön is ki a akkumulátortálca. Halad ez, csak csinálni kell. Mindjárt kijön ez a cső is. Legalábbis az a terv. Vannak dolgok amúgy az olaszoknál, ami teljesen egyértelmű és könnyen szerelhető, meg vannak ilyen elcseszett valamik, hogy ez például ez nem akar lejönni, mert műanyagból van, műanyag a műanyagon, és egyszerűen összehűlnek, és kész. Itt van a légszűrőház. Amúgy azt így érdekességképpen megemlítem, hogy a folytószelep, ami most tiszta, ilyen, hát, ami ebből jön, a trutyi, az pont itt csatlakozik be, és hát szinte megy be, az megy be a motor. Úgyhogy a folytószelep az 60-as. Itt ez a belépőcső, ahol a kocsi szívja magának a levegőt, vagy a motor, ez meg 55-ös. Úgyhogy kisebb, mint a folytószelep. Nem igazán értem benne a logikát. Most majd jön a szöveg, hogy a mérnökök azok így tervezték meg. Ez már jó lesz. Ez már legalább már 62-es, 3-as ez a cső. Úgyhogy érdekes. Itt már jó, ott még nem a túloldalt. Úgyhogy hiába van benne 60-as folytószelep, hogyha a belépő cső csak 50-es. Azt is tudom, hogy a folytószelepnek van némi folytása, de amiatt, hogy a szelep benne van és akadályozza a levegőt, de ne a légszűrő akadályozza már a levegőnek az áramlását, úgyhogy ennél a típusnál szerintem lehet, hogy hatásos lehet mondjuk egy ilyen szabadabb légszűrő ház, vagy szabadabb légszűrő. Például, ha itt az ember ez bővíti nagyobbra, mert igazából engedi, hogy bővítse. De hát ezzel most nem foglalkozok. Megyek tovább. De ez is egy lehetőség itt, hogy ezzel szöszöljön az ember. Na hát amúgy nagyjából így állunk, itt vannak a kábelek, blablabla. A légtömegmérőnek a csatlakozója, ezeket mindet így félre kell rakni, fel kell gyorskötözőzni ide, vagy valahol, hogy ott nehogy az ember megsértse és elszakítsa, miközben küzd a váltóval. Itt a testkábelt is le kell szednem a váltóról, és hát talán haladni szépen tovább. Itt van egyetlen egy csatlakozó, ez. Ennek itt fent kéne lennie, úgyhogy mindjárt fel is rakom a helyére, hogy hát ne legyen vele gond, egy ne legyen útba, kettő meg hogy az ott a helyén legyen. Azt az egyet találtam, amit szerintem nem jól raktam vissza. Raktam még itt egy kis rendet, így nagyjából. Itt vannak itt a csatlakozók, most ide fölülre, ide fölkerült a helyére. Találtam hozzávaló csavart is. És akkor most jön az, hogy itt hát van ez a kuplónak a csöve, és itt van egy ilyen kis biztosító szegecske. Azt fel kell húzni, de akár ki is lehet venni a helyéről, így néz ki. Ezt félre rakjuk, és ki kell húzni a csövet. És hogy ne csorogjon itt nekem össze-vissza, ide felkötözöm. Odani, meg mindjárt betakarom a kis lyukat rajta, és akkor utána rendben leszünk. Na hát ennyivel is előrébb haladtam, vagy ennyivel is előrébb vagyok, ezeket is le kell innen venni. Itt ezeket a... De likilőtyizik. Na, szóval itt ezeket a bóvdeneket, azt is le kell akasztani a váltóról. És utána hát haladok tovább, ahogy tudok. Itt van az egyik bóvdan,
Na, itt a másik magot bent látszik, vagy nem látszik. Ott van itt a váltó, és ott van bent az önindító. Hát mivel a váltóhoz hozzá van csavarozva, ezért az önindítót is ki kell vennem. Nem biztos, hogy annyira könnyű lesz hozzáférni, de kiveszem valahogy. És akkor utána meg megyünk tovább a dologgal. Biztos, hogy ki kell vennem, mert lehet látni, hogy a csavarja az belemegy a váltónak a házába. De amúgy egész szép a hengerfejnek a anyaga. Ott talán van egy kis könnyezés itt. De hát az ki tudja, honnan jön. Úgyhogy nem, de nem is csöpög a kocsiból az olaj, úgyhogy igazából ezekkel nem kell foglalkozni. Na, jó van, önindító le. Az a jó, hogy itt most minden frissen van összerakva, egy fél éve, és így most minden csavar mozdul. Az önindító is mozdulni fog, meg minden. Úgyhogy ez most így szerencse, úgymond. Mert minden szépen és könnyen mozdul. Na hát mivel nem tudom itt a... hozni kellett volna az állványt, akkor ide tudnám rakni a kamerát, és akkor láthatnátok, hogy a hátamat láthatnátok. Mert az, hogy én ott mit csinálok az önindítóval, azt nem fogjátok látni sehogy se. Úgyhogy ha itt lenne így az állvány, tartaná nekem, akkor is csak egy ilyen kabátot látnátok. Semmi mást. Úgyhogy kiveszem az önindítót, és cső. Az önindító itt elférhetett volna valahol a leömlő mellett, valahogy itt előről, de ez, hogy így hátul, meg a generátor is hátul van, szóval ebből a kettőből valamelyiket cserélni kell, akkor ez egy kisebb pokol amúgy. Itt picskázott már az önindítóval, mert nem látom, csak érzem, és az egészet érzésből. Csak simogatom itt a csavart, hogy vajon hanyas lehet, a többi az 13-as volt. Hál' Istennek fel vagyok készülve ilyen kis miniatűr kulcsokkal. És már jön is. Nyilván a legrosszabb csavarral kezdem, ami a legrosszabb helyen van. Lejött az önindító, már csak az a nagy kérdés, hogy ki fog-e férni. Jó lenne, ha kijönne, mert rá kéne nézni amúgy a szénkefére, vagy bronzkefe, ki hogy hívja. De hát, ez nem biztos, hogy innen kijön. Na jó, hát egyelőre nem fér ki, úgyhogy vannak itt a bóvdenek, azokat le kéne venni. Itt egy ilyen kis pöcköt levettem róla, és akkor elvileg már le is ugrik a helyéről. Na szóval ennek a tetejéről van egy ilyen kis biztosító. Ez a kis biztosító pöcök. Ottni. És akkor ezek után, ha az ember ezt a zöldet itt összenyomja, és ehhez két kéz kell, akkor utána ez az egész nagy kerek leugrik a helyéről. De hát ez kétkezes mutatvány, mert egyik fogóval összenyomja, a másik meg húzza fölfele, másik kéz. És a másiknál ugyanez van. Ott is össze kell nyomni, és akkor nem ugrik. És most meg ezeket a lemezeket kell kihúzni, és akkor az ilyen biztosíték igazából, és az is felhúzza az ember, és akkor lejön. Nem tudom, hogy ez így most mozdul-e itt. Nem régen volt mozgatva, de még egyelőre nem mozdul. Hát szotyizok vele, és akkor majd kijön. Be kellett volna zsírozni. Itt vannak ezek a kis biztosító pöckök, és utána meg az ember semmi más dolga nincsen, csak egy kicsit megmozgatja, és legalábbis én úgy emlékszem, és aha, és akkor már kint is van másik is,
felkötözöm őket oda valahol tűzfalra, ne legyenek útba, és akkor hát most meg talán már kifér az önindító. Azt meg viszem magammal haza is, belenézek, hogy szénkefét kell-e benne cserélni. Kijött az önindító, nagy kínlódva, és hát ezt akarom megmenteni, mert ott van, hogy 1,4 kW-os, lassan már nem látszik belőle semmi. Úgyhogy én ezt akarom megmenteni, mert ez a nagy önindító, mert van még az 1,1-es, azt hiszem, hogy 0,9-es, vagy valami hasonló, és jó lenne inkább ezt megmenteni. Már itt ez a menet, ez nagyon csúnya rajta, de ezt valószínűleg át tudom cserélni a másikról. Na mindegy, majd meglátom. Hát itt meg már lehet itt puskázni a másik motorból. Itt van egy csavar, itt van egy csavar, aztán itt van egy csavar, ami nagyon-nagyon-nagyon rossz helyen van, itt bent. És a többi az már lent. Itt van egy motortartó, az is itt be rácsatlakozik, ott. Úgyhogy nem tudom mi legyen a sorrend, de szépen lassan, mindegyiket csak meglazítom. És hát ez lesz a legnehezebb szerintem, ezt meglazítani. Ott van bent valahol a fenébe. És alulról nem hiszem, hogy hozzáférek, de hát majd meglátjuk, lehet, hogy hozzáférek alulról. Úgyhogy hát ennyi, csinálni kell, haladni kell vele. Na, itt ezt a hátsó csavart, amit mutattam, azt sikerült kiszednem, mert mindig a legnehezebbel kezdem. A többi az már sima liba itt felül. Hát nézni kell tovább az alsókat is, meg minden. Van a váltón egy súly, mindjárt megmutatom. Azt leveszem, mert olvastam egy csávónak az írását, és az azt írta, hogy az útban lesz. És mivel két csavar az egész, már ha mozdulna, pedig arra mozdul. Szóval két csavar az egész, és sokat jelent. Ezt az ütőcsavarozóval raktam össze, azért mozdult ennyire nehezen. Pedig ahogy érzem, ez be is van zsírozva, ez a csavar. És itt van a súly. Ezt biztos is rakom bele a csavarjait, mert ez kelleni fog. Leveszem még a konzolt is, mert elvileg át kell raknom a másik váltóra. Hát ebben a mínusz 10 fokban amúgy folyamatosan megy a két hősugárzó, és így tud ilyen 10-15 fokot. Szóval nem kell lekapcsolni, mert jaj, de túl meleg van. Hát most bent van egy nagy autó, meg egy motor, meg minden, és ezeket ugyanúgy át kell melegíteni. Mert ha üres lenne a garázs, akkor sokkal könnyebb dolga lenne a két hősugárzónak. Na, kijött ez a konzol is. Visszarakom bele a csavarokat, és kész. Ez miért mozog itt így? Na, hát sokkal kisebb lett a váltó, hogy ezeket leszettem. Hát ennyi fentről szerintem ennyit tudtam tenni az ügy érdekében. Most már alulról is bontogatni kell. Fél tengelyt le kell venni, meg itt a futóművet félig meddig kiszedni, nem tudom, hogy mennyire kell. Na, majd meglátjuk. Na, szerintem már ennyi. Még így kiemeltem az autót valamennyire, de még emelnem kell, úgyhogy még valamit még ki kell találnom. Vannak még bakkok, még van kettő, úgyhogy valahogy ügyesebben meg kéne emelni ezt az egészet. Még magasabb legyen fel az égbe. Na hát majd nem tudom, hogy ezt itt vágom el vagy sem, de hát a következő videóban majd találkozunk, vagy nem tudom. Na, jó van, cső!